Tisztelettel köszöntöm Önöket. Az idei nyár úgy tűnik, hogy egyetlen napján. Mai sajtótájékoztatónkat a készülő, a kormányzati portálon már vitára bocsátott civil törvény témájában hívtuk össze. Aggodalmaink komolyak. Úgy tűnik, hogy a kormány csodafegyvere ismét elsülni készül. Az egyházak és a média után most a civil szervezetek függetlensége ellen vetik be a csodafegyver más törvényekben már kipróbált jogi eszközeit. Márpedig tudjuk, hogy már is iszonyatos mennyiségű kritika érte a médiatörvényt és újabban az egyházi törvény módszereit is. Ez az új civil törvény néhány egyébként tiszteletre méltó jogi kezdeményezésétől eltekintve átveszi a médiatörvény és a jogi törvény legbírálhatóbb eszközeit. Olyan eszközöket, amelyek egyrészt alkalmasak a terület irányító testületeinek kormányzati elfoglalására, ezt az új civil törvény a médiatörvényből veszi át, el fogom mondani, hogy hogyan. Másrészt pedig az úgynevezett tiszta lap segítségével alkalmasak minden szervezet számára az új regisztráció elrendelésére, a létszámok szűkítésére és ezzel új függőség teremtésére. Ezt a módszert viszont az egyházi törvényből vették át ismeretesen. Azt mondhatnánk, hogy két amúgy is csúnya törvénypéldányból, az egyházi és a médiatörvényből most született egy különösen visszataszító ösvér, amely mind a két törvénynek nem az esetleg meglévő pozitív jó szándékait, hanem a rossz oldalait veszi át. Nem véletlenül. Tudnélik, az ideológia és a szándék ugyanaz. A képlet, az eseménytörténet képlete is hasonló, rámutatni egy valóban létező részproblémára, majd erre hivatkozva kiönteni a fürdővízzel együtt a gyereket is, teljesen új szabályzást, méghozzá a kormányzati szándékoknak megfelelő és kormányzati szűrőt alkalmazó szabályzást léptetve életbe. Az űrügy, pontosabban a valóságos kis ok mindenütt megvolt. A médiatörvényről, törvénynél arról beszéltek, hogy egyes műsorok sértik a gyerekek érdekeit, és ezen és más ügyön sikerült teljesen kormányzatilag gyarmatosítani a médiavilágot. Az egyházi törvénynél is egy létező problémát ragadtak ki, hogy bizonyára léteznek a törvény lehetőségeivel visszatérő, visszaélő bizniszegyházak, és ezért tették ismét politikai szűrő alá az összes vallási közösséget. Most ugyanarról van szó, a civil törvény kiindulásának azt tekintik, hogy nyilván vannak alvó, nem működő civil szervezetek, nyilván lehet a támogatási mechanizmusokat, lehet és kell is tovább tisztítani, de ezek csak ürügyei egy olyan új szabályzásnak, amelyik mindenkit visszaküld a startvonalra, és csak azokat engedi tovább, akik a kormánynak tetszenek. Valahogy olyan ez, mintha számot vetnénk azzal a problémával, amit minnyáján tudunk, hogy olykor az érettségi vizsgákon van, aki puskázik, és erre hivatkozva egy olyan törvényt alkotnánk, hogy mindenkinek az érettségie érvénytelen, és csak az számít mostantól kezdve érettségizetnek, aki esetében a kormány úgy akarja. Ez a képlet érvényesül a most tervezett civil szabályzásban is, ami még nem került benyújtásra a parlamentben, de szövegszerű tervezetét teljes 8 napon keresztüli véleményezésre már bocsátották a civil szervezeteknek. Hadd igazoljam állításaimat, milyen eszközökkel éri el a civil szervezetek autonómiájának és függetlenségének csökkentését ez az új törvény. Az első eszközrendszer, ahogy mondtam, a médiatörvényből van lekoppintva, alakítsuk újjá a testületeket, és biztosítsuk benne kormánytöbbséget. Mi történik itt? Eddig a civil szervezetek támogatásának elosztására hivatott szervezet voltak éppen egy civil önkormányzat volt. A Nemzeti Civil Alapprogram, NCA rövidítése lett a szférában közismert. Szervezete úgy alakult,
hogy irányító testületben, a tanácsban és az egyes területek támogatását elosztó kollégiumokban 90%-os volt a civilek választottjainak részvétele. Eddig 90%-os volt. Most ez az arány az új tanácsban és az új kollégiumokban 1/3-ra csökken. Még egyszer mondom, a civil szervezetek által választott döntéshozók száma 90%-ról 30%-ra, pontosabban 33-ra, 1/3-ra csökken, mind az új testület főnökében a tanácsban, mind pedig a konkrét támogatásokat elosztó kollégiumokban. Sikerült tehát civilteleníteni a civil testületek legfőbb irányító és döntéshozó fórumát, vagy legalábbis a civil választottak kisebbségét biztosítani. Ennyiben már meg se lepődhetünk, hogy természetesen az utca átkeresztelések mintájára átnevezés is történt. Továbbiakban nem NCA-ról, Nemzeti Civil Alapprogramról rendelkezik az új törvény, hanem átkereszteli Nemzeti Együttműködési Alapnak, hát miért pont itt maradjon el a Nemzeti Együttműködés, vagyis NEA-nak. Na most ez, őszintén szólva, egy pillanatra sem borzolja fel az idegeimet, sokkal inkább a tartalom, bár talán jellemző, hogy egy új szervezet nevében, ha megfigyelik, már nem szerepel a civil szó. Itt valami homályos nemzeti együttműködésről van szó a civilek számára, aminek irányítása és a támogatások elosztása kormánytöbbséggel bíró testületekhez kerül. Ezek a testületek úgy néznek ki konkrétan, hogy a tanács, ami a csúcsán áll az egész rendszernek, a most már hívjuk így Nemzeti Együttműködési Alapnak, 9 tagú és 3/3-ból áll most az új. 3-at a parlament illetékes bizottsága küld be, hát aminek kormányzati többsége nyilvánvaló, de ha ellenzéket küldenének, se változtatna azon, hogy civil választottaknak kellene ott lennie, és nem parlamenti választottaknak. 3-at tehát a parlamenti bizottság küld be, 3-at a miniszter által partnerként kiválasztott szervezetekből delegál a miniszter. Ezek az úgynevezett kinevezett civilek, nem választják őket, hanem az illetékes miniszter megjelöli azokat a civil szervezeteket, ahonnan ő behívja, ha úgy tetszik, a maga civiljeit, és csupán 3-ra csökken azoknak a tanácstagoknak a száma, akiket valóban a civil szervezetek választanak. Még egyszer mondom, eddig az ő arányuk 90%-os volt, most 1/3-ra csökken. A konkrét pénzeket elosztó kollégiumok, ezek az egyes szakterületek, civilek által üzött tevékenységek szakterületei szerint szerveződtek, nagyon hasonló modellben szerveződnek újra, tehát itt is 1/3-os kisebbségben vannak azok, akiket a civilek valóban választanak. Ez megint csak 3 ember. 3 ember megint csak úgy kerül be, hogy a miniszter mutat rá a neki tetsző civil szervezetek neki tetsző civileinek, ezek tehát a kinevezett civilek. És 3-at itt már nem is a parlamenti bizottság, hanem egyenesen a miniszter jelöl meg. Ha ért a civil szférához, ért, ha nem ért, nem ért, ez már a miniszter dolga. Ráadásul azt is tudjuk, hogy miközben az országos érdekegyeztetés rendszerét széttrombolták, és helyette létrehoztak egy eléggé katyvasz összetételű nemzeti gazdasági és társadalmi tanácsot, nos, ebben is lehetne elvileg 5 képviselője a civileknek, de hogy ki ez az 5 ember, azt a 2/3-ban kormány által irányított tanács véletlenül 2/3-os többsége választja meg. Magyarán úgy kerülhet 5 állítólag civil képviselő a nemzeti együttműködés csúcsán álló Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsba, hogy ahhoz nem kell egyetlen választott civil ember szavazata sem. Az már csak habatortán, hogy ahogy szokás, megint a médiatörvényből lekoppintva, meghosszabbítják ezeknek a testületeknek, tanácsnak és kollégiumoknak a mandátumát, és habatortán az is, hogy eddig a testületek elnökeit a miniszter a civilek javaslatai alapján kellett, hogy kinevezze. Most ilyen javaslattételről nincs szó, a miniszter azt küld oda elnöknek, akiről úri kedve úgy tartja. Az első
fontos vonulat, tehát a rossz törvényös vér első hibája, hogy sikerült a testületeket kormányzati többség kétharmadban kormányminiszter által kinivezett összetételűvé tenni. A második blokkot, ha úgy tetszik, az egyházi törvénytől tanulták el. Ugye az egyházi törvény rendelte el, hogy tökéletesen mindegy, hogy eddig ki volt egyházként benevezve, nulláról kell indulni, és 14 megnevezett egyházon túl az összes többieknek újra kell járnia szamár létát, és létük igazolásáért folyamodni. Az egyházi törvényben, mint tudják, még hozzá politikusokhoz, a parlamenthez kell fordulni. A képlet itt is ugyanaz. Ha a törvény életbe lép, akkor a szöveg szerint 2012 közepétől mindenkinek megszűnik a korábbi bírósági elismerése, és újból kell regisztráltatnia magát. A szándék is hasonló az egyházi törvényekhez, ez kimondott szándék, a szűrés szándéka. Ennek eszköze a törvényben a közhasznúság korábbinál jóval szűkmarkúbb definíciója. Bocsánat, hogy belemegyek egy szakrészletbe, de itt muszáj. Eddig az egyesületek, civil szervezetek fele közhasznú minősítéssel bírt. Ez azt jelenti, hogy különböző adókedvezményekre volt jogosult, lehetett vele közszolgálati szerződést kötni, és így tovább. Tehát, hogy egy szervezet, egy civil szervezet elnyerje ezt a státuszt, annak komoly állami kedvezményekkel járó tétje van. Nos, a közhasznúság definícióját szűkebbre vonják, jóval kevesebb szervezet jegyeztetheti be tehát magát, újra a startvonalra állva közhasznú civil szervezetté, mint eddig. Szakértők azt mondják, hogy még eddig a civil szervezetek fele, ahogy mondtam, közhasznúként volt bejegyezve, most ez legfeljebb 10%-ukra fog lecsökkenni. Ezrei és tízezrei a civil szervezeteknek lesznek tehát vesztesei annak, hogy az előbbi hasonlattal élve az érettségüket, a bejegyzésüket, az eddigi hivatalos működésüket, hát ha úgy tetszik, visszavonják. Hogyan sikerül a közhasznúság kritériumait szűkíteni, és jóval kevesebb, föltehetőleg csak a kormánynak tetsző szervezetet átengedni a szűrőn? Két dologgal. Egyrészt változtatják a közhasznúság definícióját. Mostantól csak az számít közhasznúnak a szervezetek közül, aki vagy ami törvényben megnevezett állami vagy önkormányzati feladatot vesz át. Nem kell mondanom, hogy ez a civil szféra teljes félreismerése. A civilek nem kizárólag arra valók, és nem az a közösségi hasznuk, hogy az állam helyett dolgoznak, néha megteszik ezt, köszönjük meg nekik, hanem éppen azt, hogy az állam és az önkormányzatok által lefedhetetlen területekben nyújtsanak segítséget. A közhasznúság kritériuma tehát ennyiben változik. Ki mindenki eshet ki? Csak a tevékenység szűkítése alapján ebből a definícióból, mert nem törvényben nevesített állami önkormányzati feladatot lát el. Például az azonos élethelyzetűeket összefogó civil egyesületek, az adósok érdekvédelmét ellátó egyesületek, hiszen ez nem állami feladatot vesz át, vagy az olyan helyi szociális feladatokat ellátó egyesületek, ami ott helyben nem az önkormányzat dolga. Önök is tudják, hogy kis településekre sokkal kevesebb kötelező önkormányzati feladatot ró a törvény. Ez ott nem önkormányzati feladat, tehát az ott működő egyesület az új törvény szerint nem is válhat közhasznúvá, nem részesülhet az ezzel járó állami kedvezményekben és támogatásokban. De van egy másik szűrő is, amár amúgy is képtelen tartalmi szűrőkön túl, ez a kisebb egyesületeket, éppen egy kis településen működő egyesületeket fogja kizárni a közhasznúságból, mert anyagi és méret kritériumhoz is köti ezt a kategóriát. Például akinek nincs az előző két évben évente 1 000 000 forint bevétele, az akármilyen társadalmilag fontos tevékenységet lát el, a következőkben nem jegyeztetheti be magát közhasznúvá. Próbáljunk egy kis település, például roma érdekvédelmet ellátó egyesületére gondolni. Hát hol van neki
adott faluban 1 milliós bevétele. Nem lehet, és mostantól, még ha a tartalmi kritériumokban meg is felelne, mert állami önkormányzati feladatot látna el, nem válhat közhasznúvá. Iszonyatos, nem is tizedelést, hanem fordított tizedelést hajt végre így a törvény az eddig közhasznú civilek között. Úgy értem, hogy fordított tizedelést, hogy csak egy tizedük fog megmaradni, és 9 már közhasznúként, és 9 tizedüket pusztítják ki. A harmadik eszköze a törvénynek a támogatás, hát kormányzati kegyektől függővé tétele. Mondhatjuk úgy, hogy a civil szervezetek az eddiginél nagyobb mértékben történő kézből etetése. Létrehoz egy olyan kategóriát a civilek támogatására rendelt összegben az új törvényjavaslat, ami eddig nem volt, a 10%-os miniszteri keretet. Pályázat nélkül a miniszter annak az általa szeretett civilnek adja, akinek akarja, nem kell ehhez semmiféle konzultációt folytatnia. De általában is megnöveli az elosztható összegekben a pályázaton kívül elosztható részt. Létrehoz egy újabb 10%-os alapot, önmagában helyes célra, a határon túli magyarok támogatására. Igen ám, de ezt az elkülönített 10%-ot megint csak nem pályázat alapján osztják el. Láttunk már rossz példákat arra, hogyan tud a magyar kormány beleavatkozni a határon túli magyarok életébe. Itt az újabb, az új törvény által kínált eszköz, még csak pályázatot se követel az ilyen típusú szervezetektől, egy kötelezően megjelölt támogatási arány kiosztására. Azt mondhatnám, hogy egyetlen maga által megjelölt célnak megfelel a törvénytervezet. Azt írják, hogy világos jogi keretek közé és áttekinthető jogi keretek közé akarták helyezni a civil szervezetek működését. Nos, ez sikerült, a feltételek átláthatók, egyetlen fő szempont van, hogy valaki jól feküdjön a kormánynál. Ez tényleg átlátható jogi környezet, csak nem szolgálja azt, amire a civil szféra való. Arról már nem is beszélek, hogyha a törvény további sorsa is az egyházi törvény, hogy ideillő szót mondja, kálváriáját követi, akkor további bajokra is számíthatunk. Az egyházi törvény is úgy kezdődött, hogy újra rendelték a bejegyzést, de azt legalább a bírósággal akarták elvégeztetni, majd az utolsó parlamenti éjszakán ezt a jogot a parlament politikusai magukhoz vonták, és a további egyházakat a parlament kétharmados többségű politikus gárdája dönti el. Nagyon félek, hogy ezzel a törvénnyel is ez lesz. Új regisztrációt rendelnek el, most a bíróságot írják oda, ahogy mondtam, megszigorított föltételekkel, de semmi garanciát nem látok arra, hogy ez a jog az utolsó este nem kerül át az egyházakhoz hasonló módon a parlamenthez is. Azt kell mondanom, beleillik ez a törvény nem csak az egyházi és a média törvény modelljébe, hanem más sorozatokba is. Egyrészt szeretném emlékeztetni önöket a Freedom House nyár elején készült jelentésébe, ami a 7 demokratikus terület vizsgálatából 4-re azt mondta, hogy szörnyű visszaesés történt Magyarországon. 3-nál akkor azt mondta, hogy még éppen maradt. Ez a 3 a választási rendszer, a helyi kormányzás, az önkormányzatok és éppen a civil szféra voltak. Nos, sikerült egyenszilárdá lerontani a 3 még meglévő végvárat is, legalábbis a szándékok szerint készül az új választási törvény, készül az új önkormányzati törvény, és itt van előttünk a készülő új civil törvény szövege is. Nem az a baj vele, hogy a Freedom House jövőre már ezt a 3 területet se fogja éppnek nyilvánítani, hanem az a baj, hogy a hazai autonómiáját és függetlenségét csökkenti ezeknek a szféráknak. Folytat egy másik sorozatot is ez a törvénytervezet. Megkezdődött az elmúlt hónapokban az új alaptörvény apró pénzre váltása, részint a már eddig elfogadott 10 sarkalatos törvénnyel, részint nem kétharmados, nem sarkalatosnak nevezett, de mégiscsak az alaptörvény passzusait valóra váltó törvényekkel.
Az első ilyen törvények, a sarkalatos törvények arról szóltak, hogy a közjogi berendezkedésben hatalomkoncentrációt hozzanak létre. Nagyjából minden olyan testület hatalma megnőtt, amit Orbán Viktor embere irányít, a médiatestülettől az ÁSZ-ig vagy az ügyészségig. Most következik a második roham az alaptörvény apró pénzre váltásában. Most már nem csak azokkal van baj, akik eddig kontrollálhatták a kormányzati hatalmat, azokat is meg kell nyírbálni, akik egyszerűen függetlenek voltak tőle. Ezért készülnek csökkenteni az egyetemek és ezzel a tudományos műhelyek autonómiáját, látjuk a felsőoktatási törvényben. Ezért csökkentették az egyházak politikától való függetlenségét. Ezért készül a munkatörvénykönyve a szakszervezeti jogok csorbítására, amelyek szintén autonóm testületek voltak a kormányhoz képest, és most ugyanilyen autonómia csökkentést láthatunk az eddig független civil szférában is. Azt csak szeretném megjegyezni, egy újabb aggodalomnak hangot adva, hogy korábban a most érvénytelenné váló civil törvény az egyesületeken túl az alapítványok dolgát is szabályozta. Most a új törvénytervezet legtöbb paragrafusából az alapítványok tökéletesen kimaradnak. Komoly okom van tartani attól, és nem csak pletykákban jelentkező okok, hogy készülnek sötét tervek az alapítványi szféra megritkítására és megregulázására is. Mi az, amit javaslunk, mi az, amit kezdeményezünk? Mivel nem csak egy törvényről van szó, hanem az alaptörvényt, ahogy mondtam, apró pénzre váltó jogszíkítő törvények sorozatáról, ismételten kérjük a kormányt, ne utasítsa vissza pökhendien a Velencei Bizottság felajánlott segítségét. A Velencei Bizottság, amikor súlyosan bírálta az új alkotmányt, alaptörvényt, írásban felajánlotta, hogy segít véleményével legalább a sarkalatos törvények kidolgozásában. A Velencei Bizottságban Európa legjobb jogtudósai ülnek, köztük számos elismert magyar alkotmányjogász is. Ezt a segítséget nem igénybe venni bűn. Amíg nem késő, kérjük tehát a kormányt, hogy ha már az első 10 sarkalatos törvényt elszúrta ilyen módon, legalább a többieknél éljen a Velencei Bizottság felajánlott segítségével. Ezt javasolta a kormánynak, megjegyzem, az összes európai szervezet, sőt az ENSZ főtitkára is. A másik javaslatunk most már a konkrét törvényre vonatkozik. Álljanak elő új koncepcióval, és kezdjenek erről új civil konzultációt. Az új koncepció csak annak a problémának a megoldására vállalkozzon, ami tényleges, szigorítsa a támogatás odaítélést, legyen erősebb a monitorizálása a civil szervezetek működésének, legyen áttekinthetőbb a rendszer, de ne hozzanak létre kormánytöbbséget a civil testületeknek, a közhasznúság föltételeit ne tegyék teljesíthetetlenné a szervezetek többsége számára, ne emeljék tehát ezt a létszet indokolatlanul magasra, és ami a legfontosabb, tegyék bele a törvénykoncepcióba, ami most totálisan hiányzik belőle, mármint hogy milyen jogai lehetnek a civil szervezeteknek. Most oda van írva, hogy hogy lehet főbelőni, megregulázni őket, de hogy nekik milyen jogosítványaik vannak, erről a törvény egy árva szót nem ejt, márpedig ebben a törvényben lenne helye annak, hogy például milyen információt kell odaadni egy önkormányzatnak vagy kormánynak a hozzáfolyamodó civil szervezetnek. Ebbe kéne beleírni, hogy mik a partnerségi jogaik, miben kell a véleményüket kérni, miben van esetleg vétójoguk, de legalábbis konzultációs joguk. Bizonyos részeit egy új koncepcióban ennek a törvénynek nyilván lehet használni, az adminisztratív részeit, de a lelkét bizony ki kell cserélni a civil szervezetek autonómiáját jobban tiszteletben tartó koncepcióra. Köszönöm szépen, ennyit akartam elmondani, bocsánat, hogy szakrészletekbe belemerültem, de hát ez egy olyan szféra, ahol, mint máshol is, a részletekben lakik az ördög. Talán egyszerűen csak a feldolgozás segítendő, utalnék néhány számra, hogy mekkora szféráról van szó, tehát hogy hány civil szervezetről beszélünk voltaképpen.
Nehéz elválasztani, mert eddig az egyesületeket és az alapítványokat a szabályzás nem választotta el, tehát általában summa számok vannak egyesületre és alapítványokra, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ezeknek a számoknak 3/5 egyesület, tehát amit most mondok, azoknak a számoknak 3/5 beleesik a törvény hatálya alá. Nos, bírósági nyilvántartásba körülbelül 80 000 egyesület és alapítvány, tehát non-profit alakulat van. Ezek között nyilván valóban vannak halottak, megszűnt már a tevékenység, már nem emberek, hanem szervezetek, megszűnt a tevékenységük, és nem töröltették magukat. Életszerűbb adat már a KSH-é. Ő tudnélik, azoktól kér adatot, akik vannak, ahol megtalál egy civil szervezetet, egyesületet vagy alapítványt, van ember, aki a tevékenységről adatokat tud mondani. A KSH által adatszolgáltatásban számba vett non-profit egyesületek és alapítványok száma meghaladja az 50 000-et. Ha most az egyesületekre vonatkozó 3/5 arányt mondom, akkor mondhatjuk tehát, hogy több mint 30 000 egyesületről beszélünk. Ezeknek körülbelül a fele volt, ahogy mondtuk, közhasznú, hát ez fog most lecsökkenni, föltehetőleg néhány százra vagy 1000-re. Még egy szám, az eddigi NCA-hoz, ami most NEA lesz, tehát a civil szótörlésével nemzeti egyetműködési alap, eddig évente körülbelül 11-12 000 pályáztak támogatásért, nyilván ezeknek 3/5 volt, ahogy mondtam, a satsok szerint egyesület. Ő fölöttük nyer tehát állami többségű testület támogatási jogot. Köszönöm szépen, ha